Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ahogy látjátok, egy teljesen új háttérrel érkeztem. Édesanyja konyhájában vagyunk, és ma itt fogunk főzni. Mielőtt belekezdenénk a főzésbe, szeretném nektek elmondani, hogy ez a videó a Podravkával közösen készül el. Remélem, hogy nagyon fog nektek tetszeni. Egy olyan receptet hoztam, amit az elmúlt pár hétben rengetegszer csináltam meg. Remélem, hogy nektek is nagyon fog tetszeni. És akkor, hogy miről is lesz szó a mai videóban, töltött cukkinit fogunk készíteni, egy csirkés, sajtos, zöldséges, ajváros töltelékkel. Remélem, hogy tetszeni fog nektek egyébként. Nem régen kísérleteztem ki ezt a receptet, viszont azóta nagyon sokat készítettem már, Bence is imádja, édesanyáiknak is nagyon tetszett, úgyhogy remélem nektek is fog. Gyertek egy kicsit közelebb, és kezdjünk el főzni. Ahogy látjátok, pár dolgot már elő is készítettem. Egy kis fej vörös hagymát felvágtam közepes kockákra. Előkészítettem még 3 kanál kukoricát, egy kevés sűrített paradicsomot, vegán tejfölt, illetve 4 darab koktél paradicsomot szeltem még fel, ezen kívül pedig 2 szelet csirke mellett kockáztam. És ahogy látjátok, rengeteg sajtot is lereszeltem. Egy Vegeta Natur erőleves kockát feloldottam 500 ml vízben, amit egészen addig kevergettem, amíg teljesen fel nem oldódott. Majd ezután a Lágrisz barna rizsből 1 tasakot beleöntöttem a rizsfőzőben. Ezt a rizst egyébként elkészíthetitek zacskóban megfőzve is, viszont én sokkal jobban szeretem rizsfőzőben. Felöntöttem a feloldott leves kockával, egy picit megsóztam és készre főztem. És ahogy láthatjátok, kétféle ajvárt is előkészítettem, ugyanis a töltött cukkiniket el fogjuk készíteni csípős és csemege verzióban is. Mielőtt elkezdem összeállítani a tölteléket, bekapcsolom a sütőt. Sima alsó-felső sütés, 185 fok, ahogy felmelegszik, mehetnek bele. A cukkinik kivételével minden elő van már készítve, viszonylag nagyobb darabokat választottam, amiket egészen jól meg lehet tölteni. Első lépésben levágom mindkét végét, majd hosszában félbevágom, és egy evőkanállal kikaparom az egész belsejét. Körülbelül így kell, hogy kinézzen. Most megcsinálom a maradék 2-t is, és utána folytatjuk. Ahogy látjátok, át is költöztünk a főzőlaphoz, ahol egy kicsit elő fogom sütni a csirkét, amihez a mai napon Vegeta Natur zöld fűszeres szárnyas fűszerkeveréket fogok használni. Ahogy tudjátok már jól, hozzáadott 10 fokozók nélkül, tartósítószer és adalékanyag nélkül készül. A mai napon erre esett a választás. Tekintve, hogy ez a zacskó fél kilóhoz van, így ehhez a kicsihez, csak úgy érzéssel fogok egy kicsit adni. Majd összekeverjük az egészet. Majd kevés kókuszolajon megpirítom. Eközben egy másik serpenyőben üvegesre fogom párolni a hagymát, amit az előbb láttatok, hogy felszeltem, illetve egy kicsit szeretném felmelegíteni és megfonnyasztani a paradicsomot és a kukoricát is. Amíg az olajunk egy kicsit felmelegszik, szeretném elmondani, hogy a zöldségekre pedig a Vegeta Natur zöldség fűszerkeveréket fogom használni. Ugyanazok a paraméterek igazak rá, mint a zöld fűszeres szárnyas fűszerkeverékre. Ebből a paradicsomra, illetve a cukkinire fogok szórni egy kicsit. Jöhet a hagymánk. Jöhet a paradicsom. Majd a kukorica. Ahogy látjátok, a cukkinit már előkészítettem a pepsibe, és előkészítettem egy nagyobb üvegszálat a töltelék hozzávalóinak, amiket most össze is fogok keverni. Kezdem először azokkal a zöldségekkel, amit az előbb pároltunk meg. Ezután jöhet a húsi. Majd a barna rizs.
A töltelékünk alapjának egy paradicsomos szószt szeretnék, viszont ha bármikor paradicsomos szószt csinálok, akkor mindig szoktam beletenni növényi alapú tejszínt vagy tejfölt. Ezután sózom és borsozom a keveréket. Amikor töltött cukkinit készítek, akkor nagyon szeretem magát a cukkinit is egy nagyon kicsit megsózni, és egy leheletnyit teszek rá a zöldségfűszer keverékből is. Két részre osztom a tölteléket, ugyanis lesz egy csípős és egy csemege verziónk. Ha valaki még nem evett tajvát, akkor mindenképpen próbálja ki. Bő két evőfanállal tettem mind a kettő keverékbe, amit kóstolni fogok, és hogyha szükséges, akkor teszek még bele. Ezután pedig egyik oldalon a csípős, másik oldalt pedig a csemege cukkini, betöltöm őket. Ha nagyon türelmetlenek vagytok, és azt szeretnétek, hogy minél gyorsabban kész legyen az ételetek, amíg a tűzhelynél pirítotok és pároltok, addig a cukkinit be tudjátok tenni grillfokozatra, és akkor egy picit már előre megpuhul, és nem kell annyi ideig várni, amikor a töltelék belekerül. És végül, de nem utolsó sorban, mindegyik csónak tetejére egy kevés vagy sok sajt. És most, hogy ezzel kész vagyunk, mehet be a sütőbe 25-30 percre. El is készült, vegyük ki, gyönyörű. És ezzel a végére is értünk ennek a videónak, remélem, hogy tetszik nektek, és kedvetek támadt elkészíteni. Ha így van, akkor az elkészült ételt mindenképpen posztoljátok Instára, és jelöljetek meg rajtam. Nem sokára érkezek még nektek rengeteg főzős videóval, addig is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következőben találkozunk, sziasztok! Készen állsz? Na? Ez nagyon para. Yay!